A Fehérváron nyugvó hősi halottak katonák emléke előtt tisztelegtek a város és a megye képviselői kedden délelőtt halottak napja alkalmából. A résztvevők a fehérvári katonatemetőkben és emlékhelyeken néma koszorúzással rótták le tiszteletüket. A főhajtások a hosszú temetőben kezdődtek, ahol Róth Péter alpolgármester és Vilmek Tibor a Fejérvár megyei közgyűlés alelnöke koszorúzott, tisztelegve ezzel a nagy háborúban elesett hősök emléke előtt. Később a Szentlélek katonatemetőben Mészáros Attila székesfehérvár alpolgármestere és Vilmek Tibor vármegyei alelnök hajtott főt a hősök előtt. Ezt követően a béketéri orosz katonatemetőben és a budai úti laktanyánál Molnár Tamás önkormányzati képviselő és Vilmek Tibor alelnök helyezték el az emlékezés virágait. A megemlékezések déli 12 órakor a Városháztéri II. Világháborús emlékmű megkoszorúzásával folytatottak. A csendes főhajtáson részt vettek Varga Tamás és Törő Gábor országgyűlési képviselők, Róth Péter alpolgármester, Vilmek Tibor a vármegyei közgyűlés alelnöke, Szabó Bakos Györgyné, Pintérné, Varga Anna Mária és Márton Roland önkormányzati képviselők, valamint a Honvéd Hagyományőrző Egyesület elnöke Lévai Miklós.